estét kívánok mindenkinek! Ismét eltelt két hét, egy rendkívül eseménydús két hét, és ismét van miről beszélnünk. Itt az MZP őszintén e heti száma. Egyben mindenkinek boldog húsvétot, boldog húsvéti ünnepeket kívánok. Az elmúlt heteket Magyar Péter története, illetve azóta immár Varga Judit előadása színezte és tematizálta. Elmaradt a kormánybuktatás, legalábbis Rogán Antal még mindig nem ült private jetre, magángépre, és menekült volna egy olyan országba, ahol nincs kiadatási megállapodás. De nem kétséges, hogy a Fidesz bajban van. Látjuk a kommunikációkban, látjuk, hogy mennyi pénzt költenek Magyar Péter lejáratására. Önmagában az, hogy Varga Juditot reaktiválták, és az ő valóban hátborzongató történetével igyekeznek lejáratni Magyar Pétert, mutatja, hogy a Fidesz valóban fél. És azt is tudjuk, hogy valóban pártolnak el támogatók a Fidesztől. Ez most valóban nagyon veszélyes Orbán Viktorra és korrupt hatalmára. Mi természetesen nagyon szurkolunk Magyar Péternek. Ebben a történetben gyakran előkerül az én nevem is, hozzám hasonlítják. 2-3 évvel ezelőtti törekvéseimhez, megjelenésemhez és támogatottságomhoz hasonlítják Magyar Péterét, amiben van sok hasonlóság, de van nagyon lényeges különbség is, jó néhány. Úgyhogy most 5 pontot mondok, 5 olyat, ami hasonló valóban, de mondok 5 olyat is rögtön utána, ami eltérő kettőnk szerepvállalásában, hátterében, személyiségében. Hát először is Magyar Péter is jobboldali polgári körökből származik. Ez mindenképpen egy hasonlóság kettőnk közül, az azonban nem, hogy ő a rendszeren belülről jön. Ő nem egyszerűen egy Fidesz szavazó volt Orbán Viktor rendszerében, nem csak a miniszteri és egyéb politikusi posztok, de még azok házastársainak a felügyelő bizottsági tagságai, diplomata munkái, sokmilliós megbízásai is mind politikai alapon történnek. Magyar Péter ebben a rendszerben, ebben a velejé korrupt rendszerben élt, évtizeden keresztül, ennek nagyon fontos szereplője volt. Ez egy nagy különbség közöttünk is, de ebből következnek további nagyon fontos különbségek is. Hát, hogy említettem, nagyon nagy a népszerűsége, tehát a második, lehet mondani, közös vonás az, hogy van egy olyan fellendülés, amikor benne sokan úgy fogalmaznak, messiást látnak. Én is hasonlóképpen voltam egy ideig az a remény, amit nagyon sok rendszerkritikus, ellenzéki magyar ember igyekezett követni, támogatni. De szeretném elmondani azt is, hogy nálam soha nem volt olyan nagy ez a felbuzdulás, mint most Magyar Péternél. Ebből én azt a következtetést szűröm le, hogy bár sokan nem látjuk kellően optimistán a helyzetet, és nem látjuk az igazi reményt, de igény az volna rá, ahogy a viccben mondták, tehát egy valódi igény van a rendszerváltásra, Orbán Viktor bukására, és ez az igény manifesztálódik most Magyar Péter mögött. De hát van egy óriási különbség ebben az esetben. Többek között, amit Gulyás Gergely mondott, ugye viccesen mondhatnám, hogy ezek szerint Gulyás Gergelyék megfigyeltek engem, ugyanis ők most azt állítják, hogy az a különbség köztünk, hogy én nem terrorizáltam a feleségemet. Ebben igazuk van, kérdezhetném, hogy honnan tudják ezt, tényleg lehallgattak-e. De a viccet félretéve valóban vannak magánéleti különbségek is. Varga Judit interjújából egy pszichopata férjnek a képe rajzolódik ki. Óhatatlan, hogy itt a családi hátterünkben valóban jelentős különbségek vannak. Nálunk 7 gyermeket neveltünk fel, most már mondhatom, hiszen egy kivételével nagykorúak a gyermekeink. Békességben, szeretetben, katolikus hitben a feleségemmel. Úgyhogy igen, van egy népszerűségi azonosság, de a másik oldalt van személyiségbeli különbség is. Hát harmadjára lehetne mondani hasonlóságként, hogy nagyon sokszor ugyanazokat fogalmazza meg, mint annak idején mi. Sok esetben azt mondja, mint annak idején én. Tehát például azt, hogy 2 ciklusnál tovább ne legyen senki miniszterelnök, például. De nagyon sok más programpontot is tőlünk, tőlem, illetve az ellenzék közös programjából vett át, és most ezeket mondja. Igen, tudjuk, látjuk, a program hasonló.
De van egy óriási különbség is, ez a harmadik különbség, hogy nála bizonyítékok vannak a korrupcióra, a rendszer romlottságára. Magyar Péternél olyan bizonyítékok vannak, ami valóban veszélyes. Belülről tudja megbuktatni ezt a rendszert, az, hogy az ügyészség most sajtótájékoztatót tartott, és nyomozás indult ebben az ügyben, kihallgatták Varga Juditot, ez mindenképpen Magyar Péternek köszönhető. Tehát itt nem egyszerűen egy hype-ról van szó, itt nem egyszerűen arról van szó, hogy egy ellenzéki programot mond el, hanem hogy ő neki eszközei vannak arra, hogy ténylegesen remélhetőleg meg is buktasson néhány fontos politikai szereplőt, és hogy együtt a nép harag, a felháborodás, akár az egész rendszert is elsodorhassa. Hát negyedik pontként hasonlóan ő egy olyan Orbán ellenes politikus, aki az ellenzéket is kritizálja. Ezt én is megtettem, sokan ennek tulajdonítják a 2021-es előválasztási sikert is, és akkor itt a különbség, a negyedik pontban azt el kell mondani, hogy ő már most határozottan kijelentette, nem csak kritizálta az ellenzéket, a Fidesszel összejátszó ellenzéket, hanem kijelentette, hogy ő például Gyurcsány Ferenccel nem fog összefogni, és ezzel valóban meg tud szólítani olyan embereket, akik jobban félnek Gyurcsánytól, mint Orbántól, akik elhatárolódnak a 2010 előtti korrupciótól, hozzánk egyébként hasonlóan, de ezzel, hogy ő ezt a véleményét kifejtette, azt gondolom, hogy egy új recept mentén új embereket tud megszólítani. És végül ötödjére, hadd mondjuk el, viccesen is lehetne, meglepődve hallottam Varga Judit interjújából, hogy most, amikor ellehetetlenedett a munkája, igaz, ő miniszter volt, akkor a Magyar Péter felesége Varga Judit is asztalosnak tanul. Ez nagyon vicces és érdekes. Az én feleségem, amikor a szülésznői munkájában ellehetetlenítették, akkor valóban kitanulta az asztalos szakmát. Hát egyelőre csak hobbiból és nem fizetett állásban, de dolgozott is asztalosként, ami egy nagyon szép szakma. Nos igen, hát ez egy közös dolog, véletlen és különös közös dolog, de azért rögtön elmondom az ötödik utolsó különbséget is. Az én feleségemet hazugságokkal járatták le, megpróbálták gyermekgyilkosnak, szabálytlanságokat elkövetőnek beállítani, és ő ezen hazugságok ellen számtalan sajtópert is nyert, illetve sérelemdíjas pereket is nyert. Varga Juditnak a bukása az nem egy lejárató kampány következménye, ahol ő ártatlanul szenvedett, hanem azért nagyon komoly kérdések merülhetnek föl Varga Judit tényleges szerepével, akár a Kónya Endre féle kegyelmi ügy kapcsán is, ahol ugyan ő elmondhatja, hogy Orbán Viktor utasítására írta alá, ha ez így volt, de egyelőre ő maga ezzel még nem hozakodott elő, még mindig Orbánt és a Fidesz kormányt védi. Nos, második témaként Putyin magyar politikusokat fizetett azért, hogy orosz propagandát osszanak meg, mint ez per Fiala cseh miniszterelnöknek a beszámolójából kiderült, tehát bizonyíték van arra, hogy Magyarországon orosz párti, oroszok által fizetett hazaáruló politikusok vannak. Azt nem tudjuk, hogy kire gondolt, hiszen az elmúlt évtizedekben Putyin szolgálatával jogosan kritizálhatták már Gyurcsány Ferencet, Vona Gábort és Orbán Viktort is. Gyöngyösi Márton, a Jobbiknak a mostani vezetője és európai parlamenti képviselője úgy szintén lehetne érintett abban az ügyben, amiben például Vona Gábor is, akik ugye együtt hagyatkoztak, vagy próbáltak hagyatkozni iráni és orosz támogatásra, még a Jobbik vezetőiként is küldtek ki Brüsszelbe KG Bélát, vagy Kovács Bélát, egy orosz kémet, egy orosz ügynököt. Gyurcsány Ferenc annak idén orosz kémeket engedett magyar hivatalok épületében magyar emberek ellen vallomásokat, tanúvallomásokat kinyerni belőlük, illetve magyar állampolgárokat kihallgatni. De ugyanígy elkövette azt, amivel annak idején Orbán Viktorék vádolták, hogy egy több évtizedre szóló titkosított energiaszerződést kötött Putyinnal. Hát ezt Orbán Viktor is elkövette nagyjából pont szó szerint így, mert ő kíváncsi leszek, hogy a cseh titkosszolgálat melyik magyar politikusokat leplezte le, akik pénzt kaptak Putyintól orosz propaganda terjesztésért. Egyelőre elég széles ez a skála, nagyon sok ember szóba jöhet. És akkor ehhez kapcsolódik az az újabb történet, hogy a hát bűncselekményekkel vádolt és eljárás alá vont volt brazil államfő Bolsonaro éppen a magyar nagykövetségre menekült és két napig ott tartózkodott. De hát ugye Gruevski után már egy újabb külföldi körözött bűnöző az, akinek Orbán nyújt menedéket. Azt is tudjuk, hogy annak idején a kötvényprogrammal is rengeteg terroristát és bűnözőt, mafiózót telepített be Magyarországra. Orbán és a bűnöző kapcsolata egy újabb fejezettel bővült most Brazíliában.
Harmadik témaként hadd említsük meg, hogy ha nem is ezen a héten, hanem még az azt megelőző héten, a Fidesz próbálta, a Fidesz sajtója próbálta azt a bizonyítékot, hát inkább felemlegetni, gondolom valamiről éppen akkor is el kellett terelni a figyelmet, illetve megalapozni egy későbbi kampányt. Szóval felvetették, hogy valójában Soros György áll a 2022-es kampányunk finanszírozása mögött. A mi civil kampányunkat valóban amerikai magyarok fizették, és őszintén szólva engem nem az lep meg, hogy a Fidesz most azt állítja, hogy Soros György lett volna az az egy amerikai magyar állampolgárságú támogató, aki a támogatásoknak a többségét összedobta a sok-sok mikroadomány mellett. Nem, ebben nem az a meglepő, hogy ők most ezt előveszik, hanem gondoljanak bele, hogy az elmúlt két évben ez egyszer sem került elő. Na, engem ez lett meg. Még amikor a Fidesz hozza be a migránsokat, tüköztük az illegális migránsokat, akkor is ráfogták Sorosra. Minden Sorosra fogtak ebben az országban, minden rosszat. Hogy lehet az, hogy az ellenzék kampány finanszírozását eddig nem fogták Soros Györgyre? Csak most találták ki, de be kell vallani azt is, hogy azok a titokban, mondhatnám titkosszolgálati módszerekkel, vagy inkább azt mondom, hogy nagyon trükkös visszaélésekkel készített videófelvételek, amelyeket egy amerikainak átszázott oldalon osztottak meg, de valójában magyar kampánycélokra készítettek. Nos, még ezek sem bizonyítják egyáltalán azt, hogy Soros György állna a 2022-es kampányunk finanszírozása mögött. Én nekem ez újabb bizonyíték arra, hogy a Fidesznek elég szánalmas a propaganda gépezete, de ha már itt tartunk, akkor Orbán Viktornak ideje lenne elszámolnia azokkal a támogatásokkal, azokkal a milliókkal, amit ő kapott Soros Györgytől annak idején, kezdve a 80-as évekkel, de egészen a 2010-es évig, amikor emlékszünk, hogy a vörösiszap katasztrófa kapcsán is még Soros Györgytől fogadott el pénzeket, dollármilliókat adott esetben. Nos, összeállt a baloldali ellenzék három pártja, Dobrev Klára, Karácsony Gergely és Kunhalmi Ágnes bejelentették, hogy nem csak most a fővárosi listán indulnak majd közösen, baloldali zöld koalícióban, hanem a 2026-os kormányváltást is ők egy ellenzéki szövetségben közös miniszterelnök jelölttel képzelik el. Föltételezem, hogy ez a megállapodás ez úgy kötetett meg, hogy Karácsony Gergelynek a főpolgármester jelöltségért cserébe ez a három párt megegyezett abban, hogy mondjuk Dobrev Klárát támogatnák majd miniszterelnök jelöltnek 2026-ban. Hát nem látjuk azt az elementáris erőt, ami ezen pártok mögött állna, és valószínűleg a valódi oka ennek az összeállásnak éppen ez. Félnek attól, hogy külön-külön megmérettetve, a három pártból valószínűleg kettő nem érné el az 5%-os bejutási küszöböt az Európai Parlamentbe, ezért nyilván a Párbeszédnek és az MSZP-nek érdeke volt ez az összeállás, de az eddig mindig önállóan fellépő, egypárti árnyékkormányt működtető DK is úgy érzi most, éppen a kegyelmi botrány és Magyar Péter feltűnése következtében, hogy valószínűleg sokkal gyengébb eredményt tudna csak felmutatni, mint 2019-ben, ezért még a DK-nak is érdeke az, hogy összeálljon a három párt. Valószínűleg erre most ezért került sor. Mi természetesen nem vagyunk érintettek egy baloldali ellenzéki összefogásban, azonban kicsit csalódott vagyok, hogy nem tudjuk meg ennyi év után, hiszen 2019 óta nem voltak olyan adataink, amikor külön-külön is láthattuk volna, hogy az egyes ellenzéki pártok mögött milyen támogatottság áll. Ötödik pontként hadd soroljak fel röviden csak az elmúlt két hétből olyan eseményeket, amik önöknek bebizonyítják, hogy ha nem tolvajok vezetnek egy közösséget, hanem okos és tisztességes szakemberek, akkor milyen pompásan tud fejlődni. Éppenséggel most egy város, Hódmezővásárhely. Egy nagyon aranyos történetet mesélt egy ismerősünk. Az egyik, hát Fidesz közeli, aztán, hogy nem tudjuk, hogy elindul vagy nem, de biztos, hogy keresték, fölmérték, és kapacitálták egy vásárhelyi viszonylag ismert szereplőt, egy fideszes szereplőt, hogy induljon. Nos, a szomszédaival beszélgetve, szokásos fideszes mantraként mondta, hogy hát ez a város, ez nem fejlődik, nincs itt semmi. Majd a férje odaszólt neki, és azt mondja, hogy kedvesem, menjünk a kutyafuttatóba a kutyával, vigyük el a kutyát a kutyafuttatóba. Hát nem kell önnek mondjam, a kutyafuttatót is mi építettük. Egyébként jó hírként hadd mondjam el, hogy nem csak világítás van ott, hogy este is tudják használni a kutyafuttatót, de elkészült az a zsilépkapu is, ami a megnyitáskor még nem állt rendelkezésre, úgyhogy most már biztonsággal és kényelmesen tudják használni a kutyatulajdonosok az általunk részben támogatásként, önkéntes adományként létrehozott kutyafuttatót is. Kossuth téren
szemben a másik projekttel nagyon szépen halad egy a műemléki környezetben illeszkedő, megint csak műemlékvédelem által jóváhagyott terv szerint megépülő Kossuth téri kávézó büfé. Ennél a kávézóra hál' Istennek nagyon sokan jelentkeztek, és ha már a Kossuth tér, akkor egy harmadik hírként hadd mondjam el, hogy én már idegenvezetőként is vezettem csoportot. Múlt pénteken három csoportot is vezettem föl a toronyba, ahol a felújított torony, felújított erkélyen körbe lehet sétálni, a városi kilátást megnézni a legmagasabb épületből, Hódmezővásárhelyen az 1893-ban épült gyönyörű szép városházánk, mely az ország legnagyobb városháza, és meggyőződésem szerint egészen biztosan az egyik legszebb városháza is egyúttal. Most részleteket nem fogok elmondani, mert sokat kommunikáltunk róla. 500 millió forintos járda és útfelújítási programot hajtunk végre. Ennek a szerződéseinek a többségét már aláírtuk most legújabban, a két héttel ezelőtt, illetve ezen a héten néhány járdára, többek között az Oldalkosár utca, illetve a Hótó egy-egy szakaszának térköves járdájára, illetve utakra, mint például a Vörösmarty utca Újvároson, vagy Rárosi útnak a külső szakaszán egy 500 méteres szakasz felújítására írtunk alá szerződéseket. Egyben az önerős járda programunkra is 142 vásárhelyi sikerrel pályázott, nekik anyagot fogunk biztosítani ahhoz, hogy a munkadíjat ők fedezve megújítsák a városnak a járdáit. Tavaly is több mint 2 kilométernyi járda újult meg ebben a programunkban, idén is egészen biztosan meg lesz ez a mennyiség. Két új okos zebra került beüzemelésre ezen a héten, a Kaszap utca, illetve a Holló utcán. Én nagyon szurkolok, hogy Vásárhelyen ne legyenek balesetek, hogy tényleg továbbra is mi lehessünk a legbiztonságosabb város. A rendőrség beszámolójából éppen most tudtuk meg ezt is, hogy továbbra is a 25 megyéből város közül a legbiztonságosabb, ahol a legkevesebb bűncselekmény történik, és a legeredményesebben derítik fel ezeket a bűncselekményeket, az Hódmezővásárhely. A fecske lakásainkat kiírtuk a csengetyű közben, 8 lakást újítottunk fel gyönyörűen, családok megnézték, megtekintették, és 12 család, fiatal család pályázott is. A 12-ből tehát 8-nak új otthona lesz, ahol nekik nem kell lakbért fizetni, csak a rezsit és a közös költséget, és maximum 5 évig ott lakva kötelezően saját maguknak takarékoskodni fognak, lakástakarékosság keretében összetesznek annyi pénzt, amennyi ahhoz szükséges, hogy legalább az önrészt egy saját lakás vásárlásához le tudják majd tenni. Ezzel segíti Vásárhely a 35 év alatti fiatal párokat, gyermekeket nevelő fiatal párokat, maradjanak itt, éljenek itt ebben a csodálatos városban, ehhez fogunk segítséget nyújtani. Az autóbusz közlekedésre sajnos a Volánbusz megtámadta a pályázatunkat, látszik, hogy nem próbálta, nem keresett bennünket és nem igyekezett módosításokat kérni, hanem csak akadályozni igyekszik a pályáztatást. Hódmezővásárhely tudomásom szerint az egyetlen olyan település, ahol nyílt közbeszerzéssel, uniós szabályok szerint kiírt közbeszerzéssel dől el, hogy ki a közszolgáltató, hogy melyik cég működteti a helyi tömegközlekedést, buszokat. Az sem véletlen, hogy míg egyébként fideszes városokban, de mondhatnám más városokban 1000 forintos kilométer áron működnek ezek a kijelölések, Volánbuszt jelölik ki 1000 forintos kilométer ár felett, nálunk 452 forint egy kilométer költsége. Úgyhogy bármennyit támadja is Lázár János és a Fidesz a helyi buszközlekedést, ez önöknek sokkal olcsóbb, nem véletlen lehet ingyenes a vásárhelyi lakosoknak városkártyával. Most azonban a Volánbusz támadása miatt meg kellett hosszabbítsuk a kijelölést, úgyhogy még a következő 2-3 hónapban a korábbi szerződés alapján, egyébként Jován Gyulának kedvezőtlen módon, hiszen alacsonyabb áron kell közlekedtesse a buszait, utána majd az új pályázatnak az idei költségszínvonalra fölemelt költségét fogjuk fizetni, akárki is nyerje meg ezt a pályázatot. Én magam hívtam föl a Volánbusz vezérigazgatóját, és kértem, hogy induljanak a pályázaton, és ha ők adják a legjobb árat, garantálom, hogy ők fognak szolgáltatni Hódmezővásárhelyen. Ez mindannyiunk érdeke természetesen. Annak idején Tomalics Gergely, egy nagyon jó szándékú és elfogulatlan civil, létrehozta az ígéret figyelőt. Először Karácsony figyelőként Karácsony Gergely ígéreteinek a megvalósulását akarta ellenőrizni, aztán megnyitotta ezt a lehetőséget ígéret figyelőként bármely polgármester előtt. Én úgy tudom, hogy csak ellenzéki, független polgármesterek jelentkeztek, és úgy emlékszem, 4-en voltunk akkor, amikor leállította ezt a programot politikai okokra hivatkozva. Én azonban a markizaipeter.hu oldalon az eredményeim alatt ígéret figyelőként ma is ebben a struktúrában mutatom be 58
2019-ben tett választási ígéretemet és azok megvalósulását. Ebből fogják látni, hogy a választásokra valószínűleg már 90%-át meg fogjuk csinálni ennek az ígéret mennyiségnek, és a ciklusból hátralévő következő hónapokban, tehát októberig vagy szeptemberig egészen biztosan már 90% felett leszünk. Én nagyon sajnálom azt, hogy a mai magyar kultúrában nem alap elvárás ez minden polgármesterrel és minden kormánnyal, meg minden politikussal szemben, hogy az ígéreteit be kell tartania. Mi itt Hódmezővásárhelyen mondjuk Lázár János esetében már megszokhattuk, hogy össze-vissza beszél és nem tartja be az ígéreteit. Egy egészen más kultúrát képviselünk. Mi, akiken számon kérhetik, amit ígérünk. Mi nem a levegőbe beszélünk. Most közeledik június 9-e. Mi, a Mindenki Magyarországa Mozgalom, illetve a Tiszta Vásárhelyet Egyesület már elindítottuk a kampányunkat, illetve ha a kampányt nem is indítottuk el, de legalábbis megvannak már a jelöltjeink. Elkezdtük a kopogtatást, a bemutatkozást, úgyhogy hamarosan szépen sorban bemutatjuk majd a jelöltjeinket is. Én most 5 jelöltről fogok néhány szót szólni, akit már is letámadott a Fidesz. Legújabban Kecskés Fannit, dr. Kecskés Fannit, aki édesapjának, dr. Kecskés Ákosnak az ügyvédi jelöltje, az ő praxisában dolgozik. Őt a Lázár sajtó azzal vádolta, hogy egy fideszes kábítószertermesztő bűnözőt véd, vagy annak a bűntársait védi. Ezek a bűntársak már a főbűnössé léptek elő a Fidesz sajtóban, amely az első cikkében valamiért elfelejtette megemlíteni, hogy ez az egész ügy, ez a Fidelitas helyi alelnökének a kábítószeres ügye, kábítószertermesztéses ügye. Nos, ez a Fidelitasos ember 2 idős embernek a tanyáján termesztette a drogot. Az idősek feltehetően éppen áldozatai ennek a Fidelitas elnöknek, aki valahogy bepaliszta őket arra, hogy az ő tanyájukon termesztessen. Ezt a 2 időst védi valóban az ügyvédi iroda, ahol Kecskés Fanni dolgozik. Ebből azt kihozni, hogy ő bármilyen módon támogatná a bűncselekményeket, vagy éppen fideszes kábítószeres bűncselekményeket, az szintiszta hazugság. Attól, mert valaki egy fideszes kábítószertermesztő által bepalizott áldozat idős párt véd, attól nem lesz se bűnöző, se fideszes. Biztos vagyok benne, hogy még sok támadást fog kapni Fanni is. Másik, akit folyamatosan támadnak, ifjabb Jovány Gyula, aki jelöltként fog majd ebben a körzetben indulni, tehát lehet, hogy éppen Szél Istvánnal szemben. Ő annak idején a mi kampányunkban valóban fuvarozta a mi aktivistáinkat. Mi megrendeltük ezt a szolgáltatást a Joványbusztól, fizettünk érte természetesen. Az külön öröm nekem, hogy olyan sokat jött velünk kampányolni Jovány Gyula, hogy idővel még aktivistánk is, önkéntesünk is lett, majd most jelöltünk is lesz az egyik körzetben. Fejes Péter képviselő már nem lesz, ugye ott 75. évében lévén. Azt gondolom, hogy egy méltó életutat ezzel lezár. Szabó Ferenc, kedves régi barátom, 9 gyermekes katolikus édesapa fog elindulni ebben a körzetben. Ő annak a Szabó családnak a 3. gyermeke, akiket már olyan sok alaptalan váddal támadott le a Fidesz médiája. Úgyhogy ő is már megkapta a magáét a Lázár sajtó ellen, ők a Promenád ellen egyébként pert is nyertek már. Berényi Károly és Gyöngyösi Ferenc, 2 alpolgármesterünk, ők is újraindulnak a saját körzeteikben, ők is nagyon sok méltatlan támadást kaptak már a Fidesz részéről, úgyhogy van részük sajnálatos módon abban, hogy milyen igazságtalanul támadják őket. Berényi Károlynak a gyermekeit támadták le, sőt még a domokos nővéreket is, akik üzemeltetik azt az iskolát, ahol a gyermekei tanítanak. Gyöngyösi Ferencet például egy hóágyú beszerzésért, amikor a vásárhelyi gyerekeknek szánkózó dombot hozott létre saját ötlete kezdeményezése alapján, ezért támadták le, egy rendkívül népszerű kezdeményezés volt. Több környékbeli településről jöttek ide a szánkózni vágyó gyermekek és szüleik, és mégis ezért támadták le őket. Nos, még nagyon sok más témáról tudnék mesélni önöknek és beszámolni az elmúlt 2 hét folyamán, de biztos vagyok benne, hogy a kampányban még nagyon sok hasonló eset lesz, igyekszem önöket folyamatosan tájékoztatni, addig is boldog húsvétot, a holnapi napon önöknek remélhetőleg vagy sok locsolót, vagy kellemes locsolkodást kívánok, egy gyönyörű, szép tavaszi időben emelkedjék fel a lelkük, és jótékonykodjanak, gondoskodjanak a rászorulókról, önök is úgy, ahogy mi is ezt megtettük itt Hódmezővásárhelyen. További szép estét kívánok, boldog húsvétot, és kellemes hetet!